nyári pihenő után ismét finom ételekkel várja önöket a Prézli. A helyszín a már jól ismert Hotel Corvus Aqua. Bara Tibornak, az étterem vezetőjének pedig ezúttal Gáspár András színművész segít a főzőcskében. Csirkés gombás sült bagettit készítenek. Négy darab egész csirkecombunk van, amit ugye meg fogunk nyúzni, ha jól tudom, kicsontozunk, és ugye apró falatokra fogunk vágni. Természetesen ez így rendben van. Hát a spagettiből nem hiányozhat a tészta. Igen, hát a spagetti tészta, igen, amit majd pici olajos sós ízzel fogunk megfőzni. Ez gomba. Igen, ez milyen vargánya? Vagy ez a vargánya. Igen. Ez egy szárított vargánya gomba, amit beáztattam előre. Jól tudni, ha esetleg otthon szeretnék készíteni a kedves háziasszonyok, illetve a bátrabb urak. Célszerű minél tovább, legalább egy órát, egy másfél órát, hogyha beáztatjuk a gombát bizony. A vízben, akkor ez igazán a lények íze, finomsága, ereje. És ami nagyon fontos, hogy a levet se szabad kiönteni, így mert van, utána felhasználjuk. Igen, ezt vissza fogjuk használni, majd egy kis fehérbor kíséretében, ami ugye itt van. Lesz egy friss gombánk, amit szintén, ha szabad javasolnom, ne kockázok össze kissel, hanem majd tépjük darabokra. Tejszínt látok itt még, ugye őrölt borsót, fokhagymát, sót, és hát szárított bazsalikomot. Bár én bevallom férfiasan, arra kell mindig ügyelnünk és próbálkozzunk olyan ételeket készíteni otthon, hogy minél több zöld fűszert, friss zöld fűszert használjunk. Nos, kezdjünk is hozzá. Egy edénybe tegyünk fel vizet a tésztának. Amíg felforradik, daraboljuk össze a csirkehúst. Először vágjuk ketté a csirkecombokat, húzzuk le a bőrét és csontozzuk ki. Tehát alaposan kifilézzük a csirkecombokat, hogy minél többet meg tudjuk menteni a rajtuk lévő húsiból. Egy nagyon jó összeállítású étel lesz ez egyébként. Érdekesség ezeknek a spagettiknek, legtöbbször ugye úgy találkozni velük, ezek a spagetti félételekkel, hogy paradicsom. Uh-huh. Ez az olasz konyha, ugye az oregano, a paradicsom az elengedhetetlen része, aminek ugye neveszik és mondják, de hát ez most egy ilyen paradicsommentes kis étel lesz nekünk, ami nem is probléma, hiszen lehet ezt másképp is csinálni. A spagettivel kapcsolatban egyébként egy érdekes történetem van, hogy én ugye azt mondjuk, hogy spagetti, akkor az olasz étel, és hogyha spagettit teszünk, akkor az Olaszországba kell kipróbálni. Na most én olyan rossz spagettit, mint egy olasz családnál, akik egyébként borzasztóan büszkék voltak arra, hogy ilyen finom spagettit készítenek, még életemben nem ettem. Vendég voltam, és csúnya ilyet mondani, de utána, miután náluk megkóstoltam, utána elmentem egy étterembe, vagy megkóstoltam, hogy tényleg ez vajon az igazi olasz spagetti, amit ugye otthon annál a családnál csináltak, és az igazság, hogy étteremben se ettem sokkal jobban. A kifilézett csirkecombokat vágjuk apró darabokra, hevítsünk egy serpenyőbe olajat, a legjobb, ha olívaolajat használunk. Közben felforrt a tészta főzővize, rakjuk bele a spagettit. Sót és olajat is tegyünk hozzá. Ezt a gombát, ugye, amit beáztattunk előre, ahogy beszéltük egy másik órával, szépen kinyomkodom. A gombára szükségünk lesz, de a lére is. Bizony. Ha nem vargánya, hanem laska, vagy bármi másféle gombánkkal otthon ki lehet próbálni. Mutatom, a szárított gombát szépen beáztattuk. Gyakorlatilag a folyadék, amit kaptunk, nevezzük gombás víznek, de egy jó, sűrű, szinte majdnem félkocsonyás vízet a gombának a cseh-sav tartalmának köszönhetően. Adjuk a húsdarabokat a felforrósított olajhoz. Jön a gombánk. Ezt a maroknyi gombát hozzáadjuk. Összepirítjuk, fűszerezzük ennek a felépésére. Teszünk hozzá fokhagymát, ide mindenképpen. Egészséges, vitaminok a nagyobb gazdag. Húsokat letegyük, de azért sajnálni is lesz a gazdag. Keverjük el. Egy nagyon picit várunk, amíg ugye a hús megvonul. Kezd megvonulni. Megvonul. Vonul. Megvonul, igen, megvonul. Látjuk, hogy elmegy egy irányban, egy olyan szint fog fölvenni. Picit megvonul, folyadékot kap. Nos, ha úgy érezzük, húsunk megvonult, ráönthetjük a gombás vizet és a fehér bort. Felforraljuk, majd kisebb lángra vesszük és összepároljuk. A friss gombát tépkedjük apró darabokra és adjuk a csirkés húshoz. Kevergessük gyakran. Tegyük hozzá a tejszínt, jól légy szíves, akkor azt a tejszínt. Egy iszéket le fogja nekünk sűríteni, és egy nagyon jó állagú, taktos, más, bántásos, mégis bársonyos ételt fogunk kapni.
az a helyzet, hogy eddig csak úgy úgymond szemre dolgoztunk, de mindjárt hozunk egy evőeszközt és meg fogjuk kóstolni. Mégis, hogy elég a súlya, igen, nem érezzük hiányát. Egy jó tanács, ízleléskor hunjuk be mindig a szemünket, ugye a látóérzékszervünk az megszűnik, és jobban ide tudunk koncentrálni. Ezt kipróbálom. Igen, ez az egyik praktika. És milyennek érzed? Ennek nem ízlik. Tegyük hozzá a reszelt parmezán sajt felét, és jól keverjük el, nehogy véletlenül csomós legyen. Közben nézzünk rá a tésztára is. És azt honnét tudjuk, hogy a tészta az mikor a tökéletes állagú? Úgy szokták egy ilyen konnyel megcsinálni, megfújják így ezt, és odaverik a csempéhez. Ha odaragad, Isten bizony, hogy megfűl a tésztát. Ez komolyan? Komolyan. Ha lepotyog, akkor kemény még, ha odaragad, akkor megfűl. Akkor jó. De ez tényleg így van. Se jó. Na most ezt nem így csináljuk egyébként, az AND ezt nagyon nem szereti, de sokan így szokták. Megkóstoljuk, azonban megkóstoljuk, hogy mi a tésztánk, de még egy picit fűnie kell neki. Ugye, én is ezt látom, igen. De 2-3 perces készül. A csirkés gombás ragut most már levehetjük a tűzhelyről. Andrást nem hagyta nyugodni a tésztafőzésről szerzett új praktika, így azonnal kipróbálta a gyakorlatban is. Parancsolj! Nem bőrőbe tenni vele, nagyon tetszik. Nagyon szép. Nem rapul már, hogy már nem. Tessék. Tökéletes. Na? Az is legfőbb, akkor lesz. A tészta, mint láttuk, elkészült. Nincs más dolgunk, mint leszűrni. Hideg vízzel nem kell leöblíteni. Egy keverőtálba beleöntjük a ragut és a tésztát majd alaposan összekeverjük. Egy tepsit vékonyan kikenünk vajjal és beleöntjük a tésztás húsit. Végül megszórjuk a megmaradt reszelt parmezánnal. Itt és most 2-3 percig hagyjuk pihenni. Addig bármiféle füstölt, trapista sajtot, bármit, egy 15-20 dekányit ereszelünk, azt még rá fogjuk halmozni, elosztjuk rajta, és 200 fokon aranybarnára sütjük addig, amíg a sajt, tehát aranybarna lesz. Gazdagíthatjuk tehát füstölt sajttal is, amit nagyobb darabokra reszeljünk. Irány a sütő, ahol 15-20 perc alatt süssük készre. Majd egy ígyre csapott meg. Föltem, hogy találják a szagos tévét, komolyan mondom a gasztronómiai műsorok érdekében. Persze csak akkor jól sikerül a kaja, ez nagyon úgy néz ki, hogy jó lett. Na nézzünk, mit kaptunk itt, egy igazi csodát, hogy az édeskésünk segítségével megszabadítjuk az oldalát. Uh-huh. Ugye akarva-akaratlan, a sajt az szeret oda. Hú. Az oldalát. Tehát ebben most minden benne van. Szívünk, lelkünk is benne van minden. Fölkockázunk. Tészta révén, ugye ez köztudott, ezt nagyon-nagyon forrón tálaljuk. Igen. Úgyhogy a magam részén vinném a tepsit. Többi marad neked. Nagyon-nagyon jól néz ki. A díszítésről most se feledkezzünk meg, hisz nem elég, ha jól sikerült az ételünk. Egy szép tálalással élvezeti értékét még tovább fokozhatjuk. Alkottunk megint egy jó dolgot. Jó, nagyon jó. Egy könnyű nyár végi ételt. Ez passzol az évszakhoz, nem? Teljesen. A Prézli jövő héten egy gyorsan elkészíthető desszerttel várja önöket. Gáspár András egyik kedvenc sütijét készíti el a főzőpáros, citromos pudingot. András, ha más nem is főz, ezt biztosan elkészíti egyszer egy évben, méghozzá a felesége születésnapján. A siker sosem marad el. Tartsanak velünk egy hét múlva is, és főzzenek együtt a Prézlivel.